sziasztok, sziasztok! Én Juhász Kitti vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit ebben a videóban. A minap kitettem ebből a gyönyörű, reflektív, poros csillámból mintákat nektek, illetve egy kis videót, hogy milyen gyönyörűen ragyog, nagyon sokatoknak tetszett, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hozok róla egy videót, hogy hogyan is készült el ez a díszítés. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, akkor gyorsan tedd meg, a feliratkozás gombbal, illetve ha bekapcsolod a kis csengőt itt alul, akkor azonnal kapsz értesítést minden új videóról, illetve élőadásról is. És akkor szerintem kezdjük is el a díszítést. Nude mat tippet vettem elő, és most egy picit világosabb nude színnel fogom készíteni, már csak azért, hogy ne legyen ugyanolyan, hogy lásd, hogy többféle változatban is nagyon-nagyon jól tud mutatni ez a fajta díszítés. Ebből felviszek egy vékony réteget, ugye egyenletesen, és már is teszem a lámpába 30 másodpercre. Ezeknek a világos színeknek biztos, hogy mindenféleképpen elegendő a 30 másodperc. Utána ugye még egy réteget fogok majd felvinni belőle, és közben előkészítem a csík díszítést, amit föl fogunk majd helyezni. Ugye ezek a díszítő csíkok rengeteg féle színben és változatban kaphatók, ez éppen az arany, amit ebben a mintában is használtam. Ugye van a lapocskán szélesebb, közepes és egészen vékony csík is, és azért nagyon szuperek, itt látod is ezt a kis hullámot benne, mert hogy ezeket meg lehet hajlítani, és ívesen is fel lehet ragasztani a felületre. Óvatosan kell vele, meg ö, lehet, hogy egy picikét próbálkozni kell, ha először készíted így ívesen, de utána pikpak rá fog állni majd a kezed, és nagyon-nagyon látványos tud lenni. Jó, jöhet a nútból a következő réteg. Ezt is nagyon-nagyon vékonyan viszem fel majd hogyha megnézzük, látod, ennyivel világosabb lesz ez a mostani, és akkor őt is ismét 30 másodpercig lámpázom, és a por, amit használni fogunk, az ez az arany árnyalat lesz, gyönyörű ragyogása van, és csak még így is, hogy nincs vakú fény alatt, nagyon-nagyon jól mutat, és gyönyörűen fénylik. Ugye érdekes, mert ezekből a reflektív anyagokból, amik vakó alatt ennyire ragyognak, ugye rengeteg féle géllakot rengeteg cégnél is lehet kapni, de ezek a porok, én azt gondolom, hogy sokkal kis izgalmasabb díszítési lehetőségeket adnak, mert bármilyen alaphoz tudjuk használni, és soha véget nem érő szerintem a lehetőségeknek a száma, hogy miket lehet belőle készíteni. Na, nézzük, akkor a díszítő csíkot. Én a régi bőrvágó ollómat szoktam ehhez használni, azt a bőrvágót, amit már ugye bőrvágására nem használok, sablonvágásra szoktam használni, és abból vágok le egy darabot, amit majd föl fogok helyezni. Jó, itt ugye lehet vékonyabbat, szélesebbet is választani. Legyen most akkor mondjuk ez a szélesség, mert ott talán ugye a vékony volt föltéve, és akkor nagyjából belövök egy hosszúságot, és itt szépen alá nyúlok az olló hegyével, és elcsippentem. Jó, alárakom, fölemelem vele, és akkor szépen le tudom venni innen a helyéről, méghozzá úgy, hogy itt van rajta az olló hegyén. Ugye elsőként ezt a csíkocskát fog kellenünk föltenni, méghozzá azért, mert ha megnézzük, akkor ugye a csík is le van mattítva, és éppen ezért ilyen látványos ez a minta, mert ugye csak a csillám, ami fényes a felületen, minden más matt. Jó, Ugye nagyjából idáig szeretném majd lehozni a közepét, és ide, a szélére óvatosan odafogatom a csíkocskát. És hogyha az nagyjából megvan, akkor a másik végét ugye föl kell, hogy ka kancsarítsam, és húzzam ide a sarokba. Mindjárt a díszítő tűvel megfogjuk, mert azzal ugye könnyebb, mint a nagyméretű ollóval. Így Ugye ilyenkor még kell vele játszani, hogy merre is jöjjön. Nagyon óvatosan húzom lefelé ott, oda tapasztom, és akkor vissza fogom kancsarintani ide. Jó. Kicsit ez így nehézkesnek tűnhet, hogy úristen, de hidd el, hogy nem az, és pici gyakorlással úgy fog menni, és ahogy ugye húzod ezt a csíkot, érzed is, hogy még egy picit nyúlni is tud, úgyhogy ő, simán föl tudod tenni, és Biztos, hogy elegendő hosszú is lesz, és akkor jöhet a matfedő, méghozzá azt a mattot használom most, amelyiket fixálni kell, mert ez egy picikét sűrűbb és testesebb, mint a sima mentes mat, ezáltal vastagabb rétegben is föl tudom vinni, vagyis ki tudja egyenlíteni a felületi egyenetlenségemet. Amire szükségünk lesz még, az ugye, nem más, mint az aranyszínű szórógyöny, hát ebből szerintem a legkisebbet fogjuk majd betenni, ugye kőragasztóanyagra lesz még szükségünk, illetve szálmentes törlőre, amivel fixálom a matfedőt. Jó, ugye ugyanúgy kell fixálni az ilyen fixálást igénylő fényzselét, illetve matot, minthogyha zselét fixálnánk, cleaner anyaggal átitatott papírtörlővel fogom a felületét megtörölni. Jó, és akkor amíg a fixálást megcsinálom, addig elmondom, hogyha nem vagy még Valkür csoporttag, akkor sok-sok szeretettel várlak a Valkür csoportba, aminek a linkjét megtalálod itt a leírásban, közvetlenül a videó alatt, egy pár kérdés megválaszolása után, be tudsz jönni a Valkül körmes közösségbe, ahol immáron már majdnem négyezer tagunk van, úgyhogy ha még nem csatlakoztál, akkor várunk sok szeretettel, illetve a leírásban szintén megtalálsz egy másik linket, amin minden fontos, ingyenes, egyéb elérhető kiadványt, illetve információt meg tudsz majd találni úgyhogy mindenképp érdemes megnézni a leírást. Ha pedig tetszik a videó, akkor ne felejts el dobni rá egy szívecskét. Jó, és akkor jöhet az izgalmas rész, ugye a csillámpor felvitele. Egy olyan ecsetet fogok most használni, amit mint a készítésre nem használok. Ez nagyon fontos. Az egész felületünk mat lett, ahogy látod is. A felületre fogjuk fölhelyezni az anyagot, amiben szórni fogjuk a csillámot. Ez az anyag lehet is, Lehet bézgél is, illetve kőragasztóanyag. Én most a kőragasztóanyagot fogom ö, fölkenni, mert ez ugye nagyon-nagyon sűrű, nem olyan híg, mint egy fényzselé. fényzselé sokkal könnyebben elterül. Azért használom a kőragasztóanyagot, mert ö, ebbe biztosan annyira bele fog kötni az anyag, a csillám, hogy nem fog kijönni belőle, ugye négy hét alatt sem. Van akinek, hogyha fényzselébe szórod ezt a csillámot, nem annyira nagyon tartósan marad ott. Jó? Úgyhogy az atom tapadásért én mindenképp a kőragasztó anyagot javaslom, illetve ugye ez annyira sűrű, hogyha fölkenem, nem fog elfolyni, akkor sem, hogyha beleszórom a csillámot, és nem fog a forma, ugye eldeformálódni, és akkor ide középre leteszek egy picikét, és megpróbálom ugyanezt az ívet, amivel föltettem ugye a szallagot, ide megfesteni. Jó is, ugye, hogy le van matítva az alap, mert így kicsillog rajta a kőragasztó anyag, és sokkal könnyebben látod, hogy hol van már a ragasztóból, és hol nincs. Jó? Szépen óvatosan megpróbáljuk kiformázni ezt az ívet, amit itt a szalaggal, ugye elkészítettünk, ellenőrzés gyanánt, én mindig megfordítom, mozgatom egy picit, mert ugye akkor jobban látom a megcsillanását a ragasztónak, egy picit még lapos lett az ív. Így Jó. És ha megfelelő, akkor már is jöhet a bőrfeltoló és a csillám, amivel gyönyörűen beszórjuk. Jó, én a tégely fölött szoktam szórni, de hogyha izgága a vendéged, vagy biztosra akarsz menni, akkor nyugodtan tehetsz alá egy papírtörlőt, vagy egy lapocskát is, amire visszahullik a felesleg, és akkor szépen vissza tudod önteni a helyére. Jó, alaposan beszórom, egy picikét várok, amíg megülepszik a csillám, és mehet is a lámpába. Ugye a kőragasztó anyagnak egy perc a teljes kötése, de mivel fogok még egy ívet majd rajzolni, ide lejjebb, ezért elég lesz 30 másodperc is most ahhoz, hogy annyira megkössön, hogy már tutira ne jöjjön ki. És akkor amíg az köt, már is fölveszem a következő adag ragasztót az ecsetre, hogy annyival előrébb legyünk. Jó, és ha letelt a fél perc, akkor a portalanító kefével szépen eltávolítom a felesleget. Most még csak így óvatosan, mert ugye nem kötettük egy percig, úgyhogy éppen hogy csak annyira, hogy lássam ezt a formát itt, és akkor ugyanide lejjebb is készítek egy ilyen kis sávot. Jó? Ugyanígy a kőragasztó anyaggal szépen megrajzolom azt a szélességet, azt az évet, amit szeretnék, és akkor ezt újra be fogom szórni. Jó, akár egyébként a kettő csíkot egyszerre is felrajzolhatod, hogyha mondjuk ö, kevés az idő, vagy egy picikét be vagy csúszva, akkor nyugodtan egyszerre is felrajzolhatod a kettőt, és akkor az egész felületre szórod és úgy lámpázod, azzal tudsz ugye hát legalább egy percet spórolni, ha nem többet, illetve hát azért ez a minta is egy olyan, amit ezerféleképpen lehet készíteni. Ugye most is itt én jóval szélesebbre húztam, mint az eredeti, hogy lásd, hogy tényleg annyi féleképpen el lehet másféle színű csillámmal, szélesebbe, vékonyabbba, hogy nagyon-nagyon sok félét tudsz készíteni, illetve ugye befotózni és kínálni a vendégeknek, ami szerintem egy szuper jó dolog, mert tényleg igénylik azt, hogy folyamatosan tudj újat mutatni, egy-két ilyen csillámod bevetsz, beszórod, húzol hosszába keresztbe vonalakat, teszel egy pár szórógyöngyöt vagy kövecskét, nagyon látványos mintákat lehet, amivel tényleg nem kell fél órát, vagy akár órát bíbelődnöd a szalomba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes az ilyen díszítéseket elkészítgetni, aztán pedig bemutatni a vendégeknek. Jó? És ha beszórtam, akkor most fogom egy percig köttetni, így megköt ez is teljesen, illetve ugye az előző is, amit csak fél percig köttettünk és már is fedem a csillámot, még mielőtt véletlenül kiborul. Ugye törlöm az ecsetet minden esetben a ragasztó használata után, mert aztán véletlenül akár a lámpafénybe is be tud kötni a ragasztó, és utána már csak a szórógyöngyökből kell föltennünk, azt is szintén ugye a ragasztóval fogjuk rögzíteni. Nagyon picikét teszek az ecsetnek a hegyére, amint beleköt a csillám, letelik az egy perc, ugye már is portalanítom az egészet, most már jó alaposan, minden irányba átseprem a felületet, szuper, és akkor mondjuk tegyünk ide szóró gyöngyöt, jó, és ugyanígy a ragasztós ecsettel fogom innen kiemelni a helyéről. Itt ugye annyira ragacsos maradott az ecset, hogy ki tudja venni ezeket a pici gyöngyöket, mert ugye nem nehéz, nincs úgy súlya, hogy, hogy mondjuk ne bírja el az ecset, már ha egy nagyobb körről van szó, akkor nem biztos, hogy működik az, hogy az ecsettel vet ki a helyéről, de így egy kőnél simán tud működni. Jó, megy a lámpába ez is, legalább egy 10 másodperces villámköttetésre, és akkor a mat fedővel fogom még ugye körbe, nagyon óvatosan lefedni, és ahhoz most ezt az ecsetet fogom használni, mert oda a saját ecsete túl nagy lenne ugye, ahol egy picikét összekentük, hát ott itt megcsillan a ragasztóanya, azt ott szépen újra mattítom, körbekenem óvatosan pici hegyes ecsettel, és akkor újra vissza visszamattul az a rész. Nem kell attól megjedni, hogy most ott összekentük, és akkor csillogni fog. Egyszerűen kis ecset segítségével kenyod egy pici matt fedőt, és már is visszamattul, és attól sem kell félni, hogy esetleg az ott ki fog majd látszani, hogy utólag lett bepótolva, mert ö, biztos, hogy nem fog, mert nagyon szépen meg tud kötni, itt is körbe lett utólag ö, ecsetelve, és nem látod a különbséget, úgyhogy egész nyugodtan a mattal oda-vissza lehet javítani, ahol esetleg a ragasztó anyag nyomot hagy. Jó? Ugye a nyomot hagyhat abból is, hogy ahogy egy picit elcsúszik a szóró, hogy visszaigazítjuk a, az ecsetnek a hegyével, és akkor már ott hagy egy pici ragasztó foltot, úgyhogy nem kell megjedni. Jó? Amint letelik az egy perc, már is elkészültünk. Ugye ez egy halványabb alappal készült, ugyanaz a díszítés, ő volt ugye a barnább, ő a nódosabb. Szerintem mind a kettő nagyon-nagyon látványos. Ugye, nyilván bármilyen más színű alapban, rózsaszínnel, kékhez, zölddel is elkészíthető ugyanez, a vendég szettjéhez illően passzolóan, ugye a szórógyöngyöt is ezerféleképpen el lehet rá készíteni, illetve akár keresztbe is rakhattuk volna ezt a díszítő csíkot. azt gondolom, hogy ez is egy annyira univerzális szalon díszítés, ami mindig jó, hogyha van a repertoárunkban. Úgyhogy remélem, hogy neked is tudtam egy kis kedvet hozni ezekhez a csillámporos mintákhoz, és várom a posztod a Valkür csoportban, ha elkészítetted ezt a díszítést. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem. Ha tetszett a minta, akkor ne felejts el lájkolni. Hamarosan találkozunk.